A sztori az egy tehát egyszerű történet, viszont ahogy meg van fogalmazva, az már nem. Tehát amikor először találkoztam a szövegkönyvvel, azért volt egy-két hely, amit így kétszer-háromszor át kellett olvasnom, hogy úristen, most itt mire is gondolt a költő. És miután elolvastam, akkor beszéltem Petivel, felhívtam őt, megdumáltuk, hogy ő mit gondol róla, én mit gondolok róla. És akkor mondott nekem egy ilyen mondatot, ami nagyon megragadt az agyamban, hogy ne úgy képzeljem el, mint egy hagyományos, így most csúnyán fogalmaz, egy hagyományos népi előadás, vagy népszínház, hanem gondoljak inkább egy kantorféle alternatív lengyel színházra, amit ő elképzel vizuálisan. Eredetiben ez egy lényegesen hosszabb darab. Nagyon sokszor a koreográfiához, a mozgáshoz, adott esetben egy olyan régi új önkifejezési formához, mint az árnyjátékhoz nyúltunk ahhoz, hogy a történetet tovább vigyük. Épp annyi szerkesztői munka van ebben, mint rendezői adott esetben. Meg kellett részeket oldani, szerepeket vontam össze. A halál szerepe az például Csórinál egy lényegesen elenyészőbb jelenlét, de akkor már tudtam a színészt, akiben gondolkodom, és azt akartam, hogy vigye a hátán az előadást. Sági bíró egyetlen egy lányát vitte volna táncba. Ssss, az én fiam! Virágokon lépő pávát, kék csillagok tükörében pipiskedő rózsaszálat. Tegnap éjjel hűségesküt fogadott a lány fiadnak, és mára ma éjjelre megbánhatta. Gyávaságból megtagadta, megalázták, leköbdösték, nyomaira szórva átkot. Nagy tó a csend, titkokat elbeli az ég. Konkrétan a halált még nem játszottam, de szerintem egy hálás dolog, mert misztikus, mert titokzatos, és nem egyértelműen genyó szerintem. Sőt, ő fontos ahhoz, hogy a világ valahogy működjön. Ő nem gonosz, hanem ő beteljesíti a feladatát, aminek nem feltétlenül örül, de nincs is ellenére. Ő neki ez adatott. És ez egy érdekes dolog, hogy én ilyen outsiderként vagyok valahogy benne az előadásban, ugyanis nem veszek részt a koreográfiákba, a táncokba, az énekekbe. Kicsit igen, kicsit nem, tehát bent is vagyok, kint is vagyok, én egy ilyen külön entitás vagyok a kis párkáimmal. Elkezdett karaktereket kibontani, hozzátenni a saját érzelmeimet. Sokszor van benne olyan momentum, amit biztos, hogy Csóri nem írt oda, de hát ugye ennek a műfajnak, a színháznak az egyik szépsége, amikor a személyiségeknek a vezetése és annak a megfestése gazdagodik egy szöveg inspiráció alapján. Az igen, az egy váltás. Ott vissza kéne csúszni a játékba. Tehát nem a drámából kéne, hogy igen, hanem fogasz enni? Igen. Jó. Tehát hogy egy kicsit elkezdve a felnőttesen beszélni, hallgatják, hogy a fiúk kérdezik, hogy süke bóká, hogy milyen műakult, félsz-e benne, sírsz-e benne, hogy de nehéz az életed. Tehát nem érted, ez tök jó, mert nagyon jól visszaadja azt, hogy hirtelen elkezdesz egy olyan nyelvet használni, amit nem ért senki, hogy ez kicsoda. És akkor ki akarsz jönni? Igen. Szóval kurva sem. Milyen kútba? Fekete kútba, iszapos vízi kútba. Fázol-e, félsz-e benne? Vízi kígyók fonottak a hajamba és a bőröm is, mint hogyha víz lenne víz. Csontomra, húsomra tapadó víz. Ki akarsz jönni? Ki? Na ez az. Tehát egyszer csak valaki elkezd felnőtt módon beszélni, és még nem hallottunk. Jó? Tehát az egy tök jó, hogy a... Jaj, mit mond, mi, hogy van az eleje? Mit mondasz? Már melyik? Most itt kútba ez a... Milyen kútba? Hát nincs kút, hát csak játszunk, hogy kút. Milyen kútba? És látod az a fején, hogy azt mondja, hogy kútba este. Basszus. Hát ne hülyeskedj meg, hogy mi milyen. Én azt szerettem ebben az egészben, hogy a Péter belőlünk indult ki. Tehát, hogy az a cserfesség, ami alapjáraton mondjuk az én fiatalabb kori énemet azért jellemezte, azt ugye bele tudtam tenni az elején. Az is könnyebbség, mert hogy ugye azért nem 10-20 éves vagyok, az pedig a végén tudtam egy kicsit hasznosítani, hiszen egy hatalmas évet jár be ez a lány az elejétől a végéig, lényegében felnő és találkozik a legnagyobb tragédiájával. Ez a darab, ez egy kevéssé kiforrott darabja Csóri Sándornak, ez egy korai
zsengéje, ami mégis nagyon sok szívet, nagyon sok tehetséget és nagyon sok mélységet hordoz magában. És az anyag nagyon alkalmas arra, hogy ez jó táptalaj legyen egy-egy gondolkodó művésznek vagy kollégának ahhoz, hogy ő beletegye a sajátját. És én nagyon örültem annak, hogy a próba folyamat alatt a Novák Peti engem engedett a saját stílusomban dolgozni, akár hülyeségnek tűnő vagy viccesnek tűnő dolgokat is belecsempészni ebbe a karakterbe. Nem lesz majd kő, nyő, rű, lett! Fene se tudja, hogy egy olyan pillanat például, amikor az orosz Ákos a sapkájával egy kakast próbál elpusztítani, mint a hajnalnak a jelképe, és nagyon sok mindennek ilyen szövevényes áttétele, ami egyébként a szövegből, hogyha mindenki olvasná, akkor így következik, hogy ott miért van egy ilyen momentum a halállal, hogy ez így lefordítható-e. De van valami nagyon erős hatása a tudatalattinak. Én egyébként se hiszek az egyéni teljesítményben, én azt gondolom, hogy azok a jó művészeti produktumok, amik valami kollektív tudati élményre rá tudnak csatlakozni. De mindenre nyitott volt a Novák Peti, és persze lecsípkedte a kilógó szálakat, mert néha túl burjánzó, de azt éreztem, hogy kellő tisztelettel álltunk az anyaghoz, de kellő szabadsággal is. Alszik a dal, lombok bölcsőjén alszik a csönd. Valaki jár az éjben, szédül, dülöng. Árnyékok állarcát magamra öltöm, és elbújok. Hallom, már az én utcámba jön, már itt kopog. Na gyere, gyere csak, gyere, 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 gyere.